Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki a koronavírus fertőzést, ezzel hazánkban a ma délelőtti adatok szerint 744 főre nőtt a koronavírussal beazonosított fertőzöttek, 38-ra pedig az elhunytak száma, 67 személyt viszont gyógyultnak nyilvánítottak. Csongrád megyében 32 megbetegedést jegyeznek. Még mindig a csoportos megbetegedések szakaszában van a vírus terjedése, mondta Müller Cecília országos tiszti főorvosa az Operatív Törzs hétvégi sajtótájékoztatóján, ahol továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy aki csak teheti, maradjon otthon. A kormány számos intézkedéséről számolt be Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati online kormányinfon. Mint kiderült, a költségvetés alapvető átrendezéséről döntöttek, létrehozták a járvány elleni védekezés alapját. És a mai nappal, mint a fentiekben beszámoltunk róla, elindult a gazdaságvédelmi akcióterv második szakasza. Az eredményes védekezéshez szükséges források biztosítása érdekében a kormány jelentős átcsoportosításokat hajt végre, és közös teherviselésre kötelez másokat is, így a politikai pártokat, a multinacionális kereskedelmi láncokat, a bankokat és az önkormányzatokat is. A helyi önkormányzatok Tól a gépjármű adó központi költségvetés bátirányított részét, a multinacionális üzletláncok adóját, valamint a bankoktól beszedett hozzájárulást akkor így összességében 663 milliárd forintot tudunk biztosítani. A kiadásokról azt tudom eddig mondani, hogy az egészségügyi szakdolgozók és védőnök korábban eldöntött béremelésére is sor fog kerülni, azt is ebből az alapból fogjuk fizetni, ez mintegy 81 milliárd forint, 20%-os novemberi béremelése lesz a védőnöknek és egészségügyi szakdolgozóknak, a kormány ezt a gazdasági nehézségek ellenére továbbra is biztosítani fogja a bruttó 500 ezer forintos juttatás mellett. Továbbá Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatása szerint a kormány vasárnap a helyzet megoldása érdekében rendeletet alkotott. Ennek értelmében hétfőtől díjmentes a közterületi parkolás Magyarországon.